A II. Világháború idején Magyarországon a zsidó származású vagy a megbízhatatlannak ítélt férfiakat fegyvertelen katonai szolgálatra kötelezték. Az úgynevezett munkaszolgálatot megalázó és kegyetlen körülmények között végezték. A holokauszt 80. évfordulójára jelent meg a Piszkos munka, a munkaszolgálat és a keretlegények történetei a Népbíróságon című könyv. Korábban nem volt ilyen részletes feldolgozása a munkaszolgálatnak Magyarországon, mondta a szerző Veszprémi László Bernát. Történészként engem az érdekel, hogy a különösen nehéz történelmi helyzetekben az egyének milyen döntéseket hoznak meg, hogyan próbáltak embernek maradni az emberek a legnehezebb, legsötétebb korszakokban, és a munkaszolgálat és az úgynevezett keretlegények történetének a vizsgálata erre egy kiváló lehetőség, hiszen a háborús fronthelyzetben, a háborús pszichózis idején és a holokauszt idején kellett a munkaszolgálatosoknak ugye végigmenniük ezeken a szenvedéseken, másrésztről pedig hát a keretlegényeket is sokszor olyan borzalmas dolgok elkövetésére utasították, amely hát mély dilemmákat okozott ezen honvéd katonák számára. Tehát az ő döntési lehetőségeiket igyekeztem megvizsgálni, illetve azt, hogy később a népbíróságon hogyan védekeztek, hogyan mondták őket felelősségre. Veszprémi László Bernát több éve foglalkozik a témával, PhD kutatásait az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen a zsidó történelem területén végzi. A könyvhöz összességében több mint 400 népbírósági peranyagát néztem meg, egyébként itt Pécsen is kutattam, tehát a Baranya megyei levéltárban, illetve a pécsi törvényszék irattárában is megvizsgáltam a témával kapcsolatos dokumentumokat. Ja, amennyire tudom, ez jelenleg a legnagyobb gyűjtés, ami eddig történt a munkaszolgálat és a keretlegények történetével kapcsolatban. Tehát ezeknek a pereknek az alapvető adatait igyekeztem elemezni, megnézni, hogy kik voltak a keretlegények, honnan származtak, milyen törvénypontok alapján emeltek velük szemben vádat, milyen ítéletek születtek, hányat végeztek ki, hányat mentettek fel, és ezeket egyrészt számszerűsítem, másrészt pedig igyekszem az érdekesebb történeteket részleteiben is bemutatni az olvasó előtt. A munkaszolgálatosok őrzése a legénységi állományú honvédek feladata volt. Közismert tény, hogy ezen keretlegények közül némelyek brutális gyilkosságokat és más háborús bűnöket követtek el a felügyeletükre bízott emberek ellen. Egyik nagyon érdekes per, amit feldolgozok a könyvben, az Orsós József tizedesnek a története. Ez egy nagyon ellentmondásos, izgalmas történet. Ugye a per tárgyalási jegyzőkönyve elveszett, viszont sikerült megtalálnom néhány a nyomozati szakaszban tett vallomást, illetve az elsőfokú bírósági ítéletet és Orsósnak a felfolyamodását, amit aztán a Népbíróságok Országos Tanácsa elutasított. Ugye Orsóst munkaszolgálatosok kivégzésének vádjával ítélték el, és halálra ítélték ki is, végezték Pécset 1948-ban. Izgalmas, olvasmányos, a kriminalisztika területére tévedő sorozatgyilkosságok, tömeggyilkosságok témáját dolgozza fel a monográfia. A kötet szerzője a Matthias Corvinus Kollégium online tudományos ismeretterjesztő folyóiratának, a Korvináknak a főszerkesztője.